Szabó Tünde néhány éve költözött a fővárosba. A legendás nyíregyházi úszó jelenleg a Magyar Úszó Szövetség főtitkáraként dolgozik, de minden lehetőséget megragad arra, hogy ismét a megyeszékhelyen lehessen. A szövetségnél már előre tekintenek, és optimisták az olimpiát illetően. Természetesen pozitívak vagyunk, hiszen látjuk a sportolóinkat, nagyon akarnak teljesíteni, nagyon komolyan gondolják a felkészülést, úgyhogy biztosan érmek lesznek. Szabó Tündét és Kovács Ágnest a megyei kormány megbízott is fogadta. A tárgyaláson szóba került új tanúszadák építése is, melyre szükség lenne a régióban. Nagyon fontos, hogy a megyei sportban az élsport, a versenysport mellett, hiszen az olimpiai évében vagyunk, a szabadidős sportról, az amatőr sportról, a mozgás öröméről is beszéljünk, és erről szeretnénk itt beszélni, hogy hogyan tudjuk elősegíteni, hogy a társasági adóból befolyó adóbevételek vagy fejlesztési lehetőségek itt a megyében, Nyíregyházán és a megye több településén akár versenysportra, ugye az öt lásványsportágra fordítódjanak, akár szabadidősportra, utánpótlásra. Kovács Ágnes édesanyja révén szintén nyíregyházi kötődésű. Az olimpiai, világ és Európa bajnok úszónő gyerekként nagyon sok nyarat töltött a nagymamájánál, és szurkolt többek között a magyar úszóknak. Például a 92-es barcelonai olimpiai idején én még csak 11 éves voltam, de akkor is itt voltam, és tátott szájjal néztem meg Eszegi Krisztinát és Szabó Tündét, és hát eltelt azóta néhány év, és nagyon nagy boldogság, hogy ugye azóta olimpiai bajnok lettem, és hogy most a Tündével együtt jöhettem ide. Kovács Ágnes szerint a nyári olimpia nagyon sikeres lehet a magyar úszók számára. A csapatban ugyanis sok olyan versenyző van, akik jó eséllyel indulnak Londonban.